Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, és mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérje tőlem egy személyes jóslást, például ezt a három kérdőjeleset, vagy egy másikat. A díjam minden jóslásnál 4000 forint. Erről készítek egy videót Ál néven. Nem szoktam a történetekről beszámolni, úgyhogy senki nem jön rá, hogy miről vagy kiről van szó konkrétan. Itt nagyon óvatos vagyok. Ezek a videók megjelennek a másik csatornámon, Meisterin des Kartenlegens, és ha elkészült a videó, akkor e-mailen keresztül küldöm a linket a videóhoz, és te akkor tudod, hogy rólad van szó, hiszen te adod az álnevet hozzá. Ez a videó megjelenik február 18-án. Ezen a napon a hold a Maruga holdházban van. Én az indiai asztrológiával dolgozom, és ott vannak a holdházak. Ez a Maruga holdház Orion csillagképpel áll összefüggésben. Orion az égi vadász, és van Orionnak két vadász kutyája, ezek is csillagképek, és mutatják a sarki csillagot. Tehát ezen a napon most kell egy irány, kellene konkrét célok, hiszen vadászunk valami után, mert el akarjuk érni a céljainkat. Ezen a napon Mars bolygó és Vénusz bolygó együtt hat. Ez kihat a szerelemre, hiszen Mars utal a férfiakra, Vénusz bolygó utal ránk hölgyekre, itt van közeledés, van találkozás, együtt hatunk, itt lesznek komoly tervek. Vagy lesz egy új kezdet, és az ahhoz vezet, hogy kiépítsünk valamit a párkapcsolatban. És most megnézzük azt, hogy mit mutatnak a kártyák. Lehet, hogy a felvételen, a háttérben kicsit hangos, hiszen most nagy szélvihar van itt Mallorca szigetén, de ezt nem tudom elkerülni, úgyhogy ennek ellenére gondolom, hogy megértitek azt, amit közlök. És most azt közlöm, hogy mit mutatnak a kártyák. Itt vannak ezek a növénykártyák, ezt is a férjem készítette. Én mondtam, hogy melyik növény mit jelent, ő pedig elkészítette a kártyákat, ugyanúgy, mint ezt a magyar kártyát is. Tehát az első kérdés úgy hangzott, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve. Ez itt felül látható. Itt van több irány. Az is lehet, hogy ő mindenütt ott van. A munkahelyen, a családban, és találkozik ismerősökkel. De ami számodra fontos, hogy útban van hozzád, közeledik hozzád. Ez a kártya jelent utazásokat is, bizonyára azt tervezi, hogy szeretne veled valahova elutazni. Itt lesz mozgás, előre mennek az események, közeledik hozzád, és itt ez a növényi kártya, látható itt kontakt, az jelent kapcsolatot, tehát keresi veled a kapcsolatot. A második kérdés, hogy hogyan érzi magát. Itt van a varázsló, segít nektek, hogy közelebb kerüljetek egymáshoz, hiszen megvan mindkettőtök részéről ez a varázslatos kisugárzás. Megvan a varázslatos vonzalom. Itt ez a
kártya, illetve ez a növény jelenti az egészségügyi témákat, Gesundheit, tehát egészségügyi témákról van szó. Az azt jelenti, hogyha ő vagy te vagy valaki a családban beteg volt, akkor itt a varázsló segít abban, hogy legyen gyógyulás. Persze ez jelenthet egy bizonyos helyzetet is, ami betegített benneteket. De most a varázsló ezt eltünteti, ezeket a félreértéseket, és akkor itt megvan a gyógyító erő, hogy rendeződik minden körülöttetek. És mit fog tenni? Itt megjelenik ő, mint egy király, és elvárja azt, hogy úgy bánj vele, mint egy királlyal. Hiszen meg akarja kapni az elismerést, hogy felnéz rá, csodált őt, dicsért őt. De ő is átnyújt számodra valamit, mégpedig ezt a kelyhet, és az jelenti az ő érzelmeit. Tehát érzelmekkel közeledik hozzád, átveheted, ezt megbízhatsz benne, hiszen ez a növény jelenti Vertrauen, jelenti a bizalmat. És itt középen a magyar kártya jelenti az, hogy mi fűz össze benneteket. Ez itt a rovás írás. Jelenleg jelenti az S betűt. Most elgondolkodhatsz azon, hogy mit jelent számodra az S betű. Ez lehet egy név, mint például Szabolcs, de lehet egy helység is, mint például Szombathely, ahol én születtem. Vagy lehet egy fogalom is, mint például szomorúság. Hogy mit jelent számodra az S betű, azt leírhatod a kommentárba. Köszönöm szépen! A régi írásmód az itt van középen, és ennek van szimbolikus jelentése is. Egy egyenes út, mellékutak nélkül. Vagy szavak, ami elér téged, megbízhatsz benne, hiszen kimondja a valóságot. Itt ez a szimbólum jelenti számomra azt is, hogy most egyedül állsz. Az nem jelenti azt, hogy egyedül vagy, hanem megállod a helyedet az életben. Van egy egyenes út. Ez lehet egy kiút is, egy bizonyos helyzetből. A germánoknál vannak az úgy nevezett rúnák, ezek is betűk a múltból. Itt van ez a rúna Iza, itt látható, az ugyanaz, mint ahogy a rovás írás is. Itt a képen Odin látható, és ez a rúna, ez az Iza rúna jeget jelent. Ez a múlt. Hiszen itt van a háta mögött, ez a jég. Egy olyan helyzet, amikor nem volt mozgás, vagy jelentheti az ő hideg-rideg tartását. De Odin kivezet bennünket ebből a helyzetből, és itt látható a fény, megvilágít valamit. Lesz a melegség, lesz egy megoldás. Tudod azt, hogy milyen irányba kell lépned. És itt felállsz, egyenesen állsz, itt lesz egy egyenes irány. Van egy nagyon aranyos kártya, nekem nagyon tetszenek a képek, és ebből húztam ki egy kártyát, ami jelenti a napi energiát. Ez a kártya azt jelenti, hogy benne voltál egy bizonyos helyzetben, ami minden olyan szürkének tűnt. Úgy érezted, hogy nem lesz kiút, hogy ennek a helyzetnek nem lesz vége, valami elszomorított téged. De itt látható a tekintet egy új irányba, és itt már minden olyan világos. Kiderül a valóság, lesz egy kiút, javulni fog a helyzet,
Sőt, én úgy érzem, hogy a két kártyánál van hasonlóság. Itt a jég, ez a jeges időszak, itt ez a szürke időszak, és egy új tekintet, egy új irány, ahol megvan a fény, lesz egy kiút. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Örülnék annak, ha leírnád a véleményedet a kommentárba, vagy ha tetszett a videó, akkor ha lájkolod, vagy feljelentkezel a csatornámra. Meglátogathatsz a Facebook oldalon is, Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta beszámolok a maja kalendáriumról. És én kívánok egy szép napot, remélem otthon nem olyan szeles, mint itt, olyan viharos, szeles, hideg idő van jelenleg Mallorcán. Tehát kívánok szép időt, tavaszt, és minden jót nektek. Szeretettel, Dendera!